hátamnál fekvő városállam úgy vált ismerté, mint Ázsia egyik tigrise. Így nézett ki 130 éve, így nézett ki 70 éve, és így néz ki most. Hongkong állama körülbelül akkora, mint kétszer Budapest. De az állam felét nemzeti parkok foglalják el, úgyhogy egy akkora területen, mint Budapest, több mint 7 millió ember él. Ez az egyik legsűrűbben lakott terület a világon. A 3%-a a világ milliárdosainak itt él ezen a parányi területen. Több mint 9000 felhőkarcoló karcolja az egeket Hongkong felett. Itt van a világ leghosszabb mozgó lépcsőrendszere 800 méter hosszúsággal. 2018-ban a világ egyik legerősebb tájfuna 230 km per órás széllel itt vonult át. És elfelejtettem-e valamit? Ja igen, innen származik Bruce Lee és Jackie Chan is. De az elmúlt hónapokban Hongkong a napi témája a világhíradónak. A tüntetések és az erőszakos összecsapások a civilek és az állam között rendszeresen lebénították a várost. Szóval mi is történik itt? 180 évvel ezelőtt az angolok az ópium háborúban lenyúlták Hongkongot Kínától. 1997-ben Anglia visszaadta Hongkongot Kínának, és egy különleges közigazgatási területté vált. Ami azt jelenti, hogy Kínához tartozik, de demokráciára épülő törvényei vannak, szólásszabadságban, és Kínával ellentétben a hongkongiak vízum nélkül utazhatnak a világ legtöbb országában. De Kína 30 éven belül vissza akarja teljesen szerezni azt, amit elvesztett. A célja az, hogy 2047-ben Hongkong teljesen Kína részévé váljon, egy ország és egy rendszer keretén belül. De főleg a fiatal hongkongiak ezt nem tudják elfogadni. Szó szerint háborút vívnak, hogy ezt megakadályozzák. Attól tartanak, hogy amint teljesen csatlakoznának Kínához, el fogják veszíteni a demokráciát, a szólásszabadságot és más szabadságjogokat. A mai nap senki sem tudja, hogy mi lesz a tüntetéseknek az eredménye. Szerintetek mi lesz Hongkong jövője? A következő részben egy afrikai törzsfőnököt fogok tanítani magyarul. Tartsatok vele!